Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jöjjön egy videó pályafelmérésről, hogy mit gondolok pályafelmérés alatt. Új vagy egy játékban, vagy csak úgy érzed, hogy el vagy veszve egy pályán, és ebben a videóban át fogunk menni egy-két alapvető, egyértelmű technikán, amit ugye mindig az egyértelmű dolgok azok, amiket elfelejtünk csinálni, és egy néhány egyértelmű dolgom, hogy hogyan mérjél fel pályát sikeresen, gyorsan, ha új vagy, ha atomkezdő vagy, vagy ha csak úgy érzed, hogy el vagy veszve a pályákon. Ebben a videóban Call of Duty-t is fogtok látni, tehát lesz Battlefield stílusú pályafelmérés, és lesz Call of Duty stílusú pályafelmérés, hogy mind a két tábort kielégítsem ebből a szempontból, és tanuljatok remélhetőleg valami újat és hasznosat, hogy a videó ennek a fele Battlefield lesz, és Battlefield stílusok, szokások, nem olyan eltérőek a kottól, és a következő részben pedig Call of Duty lesz, Call of Duty Ghost keretében, de általánosan Call of Duty-ról beszélve, pályafelmérés, és ebben igyekszem nektek egy segítséget mutatni. Nos, vágjunk is bele a témákba, amit látjátok, egyedül vagyok a szerveren, mert egyrészt így kényelmesebb megmutatni, mert akkor nem kell a figyelmemet 62 felé fordítani, de minden alapvető játékban ezekre az alapvető dolgokra figyelek. Csak most itt koncentráltabban tudom nektek mutatni, hogy mire gondolok, de ezekre én mind közben figyelek. Első lépésem, Battlefield pályára belépek, ó, mit az az Isten, még életemben nem voltam ez a pályán, tudom, hogy Battlefield-el emmel elő lehet hozni ezt a pályát. A Lankadam egy nagyon jó kis pálya, hogy bemutassam ezt. Látom, hogy van egy ilyen félköríves a pálya, van rajta kis városias rész, van rajta ilyen industriális rész, van ilyen kisebb falvacska rész, három, van egy sziget, azzal most nem foglalkozok, mert az úgy gondolom, hogy jelenleg nem jelent veszélyt rám. Ha, tehát nagyjából felmérem, hogy a pálya így néz ki, és egy csata jó nagy rész egy ilyen urbánusabb környezetben folyhat D és B között. Ezt tudom, tehát gyors pályafelmérés, ez történik. A az a legközelebb van milyenkhez, amiatt talán annyira nem kell aggódni. Tehát gyors pályafelmérés. C távol van a vizen, valamilyen szempontból kulcsfontosságú, mert az összes többi ponthoz gyorsan lehet elérni C-hez. Viszont nem tudom, hogy az ott miért jó még nekem, mindegy. B és D-nél kell lenni a legóvatosabbnak, mert ott az egy központi helynek tűnik. Úgyhogy ebből a szempontból már tudom is a pályát nagyjából. Ez az első tipikusabb Battlefield-szerű felmérés. Oké, hagyjuk az M-et. Ez akkor, hogyha tök atomkezdő vagy ezen a pályán. Ezt érdemes eljátszani. Benyomod az M-et, megnézed, hogy nagyjából hol helyezkednek el a pontok, hol várható nagyobb csata. Gamer vagy, játszottál már, tudod, hogy nagyjából mi várható ezeken a pályákon. Nos, a gyorsaság kedvére megengedzek, oda repülök. Ugye úgy tudjuk, hogy B, A többnyire mindig el lesz foglalva a mi általunk, tehát az én csapatom által, úgyhogy azért nem aggódunk, azt szépen elfoglaltuk, tegyük fel, és ugye persze ilyenkor ez sosem szokott úgy lenni, mindig jön onnan egy helikopter, jön onnan egy hajó, bármi, de most arról beszélünk, hogy infantrivel megyünk, akkor elértünk, úristen, elértünk B-hez. Na, mi a francot csináljunk B-nél. Call of Duty-ban is fogok erről beszélni, hogyan kell felmérni pályaszekciókat a Battlefield-en belül. Nos, gyakorlatilag pontosan úgy, ahogy Call of Duty-nél fogjuk majd csinálni. Azt látjuk, hogy na, az meg B-nél van egy épület tele ablakokkal. Ha van egy épület tele ablakokkal, egyértelmű. Ugye a legegyértelmű dolog, ablakokban kempelni fognak. Tehát odaérkezem B-hez, tegyük fel gyalog, tankkal, akármivel, helikopterrel leszállok, és bemegyek B-hez. Tehát amint látjátok, rögtön fedezék. Nem berohanok, nem. Itt a növény még segít is. Nem berohanok, be a kemperek elé, lófaszt. Szépen megnézem az ablakot. Aha, tiszta. Tiszta. Oké, mehetünk. Hopp, egy kemper, és már lövöm. Miért tudom lelőni a kempert? Mert számítok rá. Számítok rá, mert tudom, hogy az ott egy tipikus kemperhely. Battlefield-en föl lehet menni a tetőkre. Tipikus kemperhely. Tipikus veszélyhely. Az ajtó. Tipikus veszélyhely. Sarok. Tipikus veszélyhely. Sarok. Egy pályára nem berontunk ajtóstúl egy pályaszekcióba, felmérjük. Tipikus veszély, tipikus veszély, tipikus veszély, tipikus veszély, tipikus veszély. És hogyha ezzel egy tudattal megyünk be, fel vagyunk készülve. Én így szoktam bemenni. Egy pályára futok, de így jár az egerem. Szerintem sokszor látjátok a videóimban.
Beértem egy épületbe. Tipikus veszélyhely. Ezek a legegyértelműbb pozíciók, amikről még te is tudod, tudat alatt, hogy azok a helyek, ahol veszély várható. Ja, és persze tipikus veszélyhely. Ugye? Mert lehet, hogy föntről nem tudod, hogy ki van. Oké, tehát így megyünk akkor a pályán. Oké, megnéztem, hopp, futás föl, gyorsan, megnéztem, még egyszer, jó, semmi. Fölmegyünk a lépcsőn. Megnézem, tehát ezt a pályarészt például már akkor megnézem, mielőtt ide fölérnék. Na, ide fölérnék, ezek, akik itt vannak, már meglátnak. Szóval gondolkodjunk okosan? Megnéztem, oké, megyek tovább. Hopp, folyosó, tipikus kemperhely, fönt a tető. Ezt tapasztalatból tudjuk már, de akkor is, ha nem tudjuk. Az egy tető, bakker, egy tetőre fölmennek az emberek. Tipikus veszélyhely, aha, oké, rendben. Végigfutunk a folyosón. Benézünk, nem berontunk, benézünk. Ó, tipikus veszélyhely, fingok sincs, hogy mi van ott. De tipikus veszélyhely. És át az egyik ajtóba, aha, jó. Pif, lelőjük az ellenfelet, vagy ha ügyesebb, akkor ölő le minket, az a pekesebbik eset. És felnézek a tetére. Látjátok, mondani se akartam. Annyira benne van már a kezembe, hogy el is felejtettem, automatikusan felmentem, és felnéztem a tetőre. És most jutott eszembe, hogy igen, ezt is kéne mondani. Ne hagyj el egy helyet sem, gyakorlatilag, ha feljött valaki, ne hagyj el egy helyet sem. Épületet Battlefield 4-ben így lehet átnézni. Szóval, épületet, minden zugát átnézni. Fölmentél a tetőre? Jó, lemész. Körbenézel. Úgy érzed, hogy lehet tovább menni? Oké, tovább tudsz menni, elfoglaltad B-t, kiiktattad az ellenfeleket. Így aztán lehet nyugodtan tovább menni. Remélem nem fog lelőni a srác, mert attak chopperben van, annak nem örülnék. Hogy tett? És most átjövünk B-re, most Franco épületfelmérésről fogunk beszélni. Gondoljátok végig a profi játékosokat. Rengetegszer láttátok Tibi kollégát játszani. Vagy rengetegszer hallottátok, hogy ő mit csinál, vagy én is, hogy mit csinálok. Tehát a Battlefield, tipikus Battlefield játékos tisztában van azzal, hogyha egy ilyen területre kell betörni, akkor rengeteg veszélyforrás van. Ablak, tető. Már szemből. Ajtó. Már szemből. De mivel, hogy itt épületekről van szó, ezért épületet kell átfésülni. Egy ilyen területen tipikus veszélyhely az épület. Az épületnek rengeteg rejtett zuga van, ezért pontosan, mint a valóságban egy kommandó, szépen emeletenként megy a kommandó, és minden lehetséges helységet átvizsgál, hogy ne lepje meg őket senki. Tehát tipikus pályafelmérés, kicsit zavar ez a chopper, aki ide feljön, de nem baj. Megoldjuk okosban, megpróbálunk elrejtőzni. Így aztán pályafelmérés ebből a szempontból már tudjuk. Tehát mikor ideértünk, akkor látjuk, hogy mi a tipikus veszélye. Az az épület akadályozhatja meg azt, hogy mi elfoglaljuk ezt a pontot. Szóval, srácok, így kell gondolkodni. Továbbá ez az épület, ahol betartunk, a következő, az ellenfél meglepet minket. Tudjuk, hogy veszély van. Nem berontunk megint, csak benézünk. Aha, jó, viszonylag tiszta, lelőjük, akit kell. Föl. Nem berontunk, lenézünk. Óvatosan, lépcsőn nem futunk, srácok. Lépcsőn nem futunk, felnézünk. Oké, senki, kész. Felnéz, senki, mindig nézel mögéd. Mindig nézel eléd. Oké, ha feljössz, nem berontunk egy épületbe, nem futunk, csak a szükségesnek érezzük. Elfutunk az ablakok előtt, nehogy kilőjenek. Hoho, veszélyes forrás. Mit csinálok? Lemegyek. Legalább idáig, hogy megnézzem, hogy van-e ott valaki. Veszélyforrás. Oké, megyünk tovább. Nem berontunk, felrohanunk a lépcsőn, benézünk, nem jön senki, megyünk tovább. Benézünk, mi? Látjátok? Tehát ösztönösen fordítom a fegyvert. Erre elnézek, nehogy már valaki kilőjön onnan. És akkor hopp, megyünk tovább, megtaláltam ezt. Ó, mennyi veszélyforrás. 1. 2. Az a rész ott. 3. Oké, na itt óvatosnak kell lenni. Első helyre természetesen benézünk oda. Ez épület felmérés és épület tisztítás, amit most itt csinálunk, hogy tisztázzuk a dolgot.
Felmérjük minden terepet, nem kell sietni, átfutunk ide, maximum, hó, bakker, veszélyforrás, be kell nézni. Aha, jó, oké, ott egy kijárat. Be kell nézni, fel kell nézni, oké, rendben, megvolt, felmértük a veszélyforrásokat, itt ez az ajtó volt. És bementünk, és nesze, és meg van csinálva. Bementünk, paf, már ennél az épületnél járunk, ami potenciális veszélyt jelentett, és elkezdjük szépen kitisztítani. Tudjuk, hogy ez egy veszélyforrás, ami kintről jön. Most eldöntettem, hogy lemegyek és megnézem, vagy előbb kitisztítom ezt a területet. De értelemszerűen kitisztítom ezt a területet, és közben mindig figyelek magam mögé. Tudjuk már, most már, hogy ez itt egy kemper, ez egy tető. Figyelni kell arra is, mozogj úgy, hogy ne legyen rájuk látásod. Tisztítsd meg a terepet, nézzél föl, lőd ki az ellenfeleket, potenciális veszélyforrás, ez a lépcső megint csak. Egyértelmű dolgok, srácok, az ajtók, nyílások, ablakok, tetők, potenciális veszélyforrások, még akkor is, hogyha nem tudod, hogy hogy kell oda felmenni, mert lehet, hogy más tudja, lehet, hogy valaki tud egy olyan jumpot, hogy fel tud oda menni. Így mérünk fel pályát, srácok, szóval ez. Ez a Battlefield pályafelmérés trükkje. Oké. Okay. Látjátok, pályaszekcióként haladok, és pályaszekcióként a Battlefieldnek a struktúrája ilyen, hogy pályaszekcióként különböző taktikákat követel meg. És nagyban is kell gondolkodni, mielőtt bemegyek egy pályán, vizsgáljon meg, hogy a D, azt látom, hogy hú, ott épületek vannak, akkor épület taktikát kell alkalmazni, át kell fésülni az épületet. Nem csak bemegyünk és átrohanunk, át fésüljük az épületet. B-nél szintúgy. Az A nyílt a terep, a C nyílt a terep, nyíltabb terepnél természetesen megint csak másképp kell gondolkodni, hogy ki kell használni a természet adta a lehetőségeket, buckákat. Amit félek, ha most átmegyek C-hez, akkor a srác észrevesz és tuti leigáz azzal a chopperrel. De itt vagyunk ugye egy nyíltabb terepen. Hogy kell átmenni két pont között? Ugye gyalog vagyunk, bakker, elvitték a tankot, járművet, helikoptert, anyám kinyát. Át kéne menni ehhez. Hát nem az úton megyek, hát nem egyértelmű az út. Tipikus veszélyforrás. Oké, okay, dom. Látjátok a dombot? Ahogy az ember azt hinné, hogy jaj, de jó dom, aha, oda megy kempelni, lófasz. Más is oda jön kempelni, a dom teteje potenciális veszélyforrás, srácok. Pontosan olyan, mint egy ablak vagy egy tető. Ezek egyértelmű dolgok. Tehát odafutok a dombhoz, nem lerontok a hegyen, hanem benézek. Hát, hogy van-e ott valaki. És ha van ott valaki, elkezdem kilőni szépen sorba. Kilőttem őket, vagy nincs ott senki? Lelőnek, akkor az már nem az év, az a te hibád, mert nem tudtad lelőni. De azért van, mert lehet, hogy nekifutottál, mint az őrült. Nem. Dombhoz érsz, az olyan, mint egy tető. Csak épp te állsz a tetőn, de más is számít rád a dombtetőről. Kilövöd őket, mész tovább. Buckáról buckára. Természet adta lehetőség. Ó, megint csak egy dombtetőhöz értünk, hát mi az Isten? Potenciális veszélyhely. Szépen-szépen megnézed, kik vannak. Nagyon nagy a táv, amit látjátok, az E és a D, vagy dom között és E között elég nagy a távolság. Mit kell ilyenkor csinálni? Sokszor mondom, az ugye ragaszkodj a pálya széléhez. Ragaszkodj a pálya széléhez, ragaszkodj a fedezékhez, tedd azt. Fedezék, okosan vannak kitalálva pályák. Mérnökök tervezik a pályák, úgy tervezik, hogy te meg tud játszani a pályát. Lejössz ide, dombtető, veszélyforrás, ó, már ez villogjon a fejedbe. Aha, oké, rendben, megnézzük, kilőjük. Dom, megyünk le a dombom. Fedezék, megint csak dombtető. És már is megyünk tovább, kilőjük akit kell, vagy esetleg nem lőjük ki, hogy ne bukjunk le, hogy el tudjunk jutni a ponthoz. Bokrok, védelek, jaj de cuki. És már is betörtünk ehhez. Épületek, mit ad az Isten? Megint épülettisztogatást kell valószínűleg csinálni. Közép, látjátok, út, mondjuk, ha nem hátulról mész, hanem középről, út, úristen, ez egy potenciális veszélyforrás. Első lépés, bakker, ablakok. Ablakok, mit jelent potenciális veszélyforrás? Tető potenciális veszélyforrás, benézünk. Óvatosan, alig fogjuk látni az ellenfelet. És benézünk, és már látjuk, tiszta vagy nem tiszta. Következő mozdulat, már futunk is. El van intézve, bokrok elrejtenek. Autó, elrejt, mindent használjunk fedezéknek, potenciális veszélyre pedig rögtön figyelünk. És nézzétek meg gyakran a videóimat, hogy mennyire kapkodom az egeret, mennyire nézek jobbra-balra, hogy mit, hogyan kell csinálni,
Hopp, beértem egy házhoz, a ház tehát megint csak épületfelderítést kíván, nézem a potenciális helyeket, potenciális hely, ezért is megyek így, hopp, benézek, oké, nem jön senki, fordulok, potenciális hely, megyek tovább, lelövöm, vagy nem lövöm le, nem tudom. Közben itt, hopp, már megtaláltak, közben itt ugye próbálom figyelni azt, hogy onnan ne lőjenek ki. Ez a veszély fönnáll, ez a játék sajátossága, erről is beszéltem már. És szépen felmérem az épületeket. Megint csak potenciális veszélyforrás. Oké, felmértem, kilőttem, megyek tovább. Na most a potenciális veszélyforrás a fejem fölött jelenleg ez a helikopter. Szeretném kideríteni, hogy hol van. Ha, de ő talált meg engem. Ha, fejem fölött van. Hát itt lőheti, biztoságban vagyok. Na, nagyjából így kell gondolkodni. Elmúlik a veszély, addig épületfelderítést csinálsz. Mindig figyeled, nem jön egy ellenfél tulajdonképpen. És megvárod, hogy ez a veszély elmúljon, lelőjék valami. Nekem most fegyverzetem, se idegzetem, hogy lelőjem azt a helyét. Nem is tudnám lelőni azt a helyét, mert nem olyan a fegyverzetem. Hát megvárom, majd leszáll. Hát most mit izguljak. A rakétákkal ügyesnek kell lenni. Na, ennyi lett volna, srácok. Épület felmérés, pálya felmérés, hogyan kell a potenciális veszélyhelyzetekre, felhívtam nektek a figyelmeteket, hogyan mérjetek fel egy pályát, remélem tanultatok valami hasznosat, és most, srácok, átugrunk Call of Duty Ghost-ra és Kodról fogunk beszélgetni egy kicsit potenciális pálya felmérésekről, hasznos a Battlefield fanoknak is, hogy úgy mondjam. Köszönöm az első rész figyelmeteket, és most jöjjön egy kis Call of Duty Ghost. Most üdvözöllek újra a Call of Duty Ghostban, most itt fogunk beszélgetni a különböző pályafelmérési trükkökről. Nem sokban fog különbözni ám a Battlefieldről, csak annyiban ugye, hogy a Call of Duty az bizony egy pörgősebb játék. Amit például a Battlefieldeseknek meg kell érteni, az az, hogy a pályos szekciók, mondjuk egy Conquest-en adott pályos szekciók, az hasonlítanak a Call of Duty pályákra, tehát egy kicsit ott pörögni kell. Call of Duty-t szeretem hívni a másodperces játéknak, miért? Mert körülbelül 3-4 másodperceként bele fogsz tudni szaladni egy ellenfélbe. De mint itt is ugye, hogy mindenki kielégítsük a vágyat, Call of Duty-ben is mindig vannak tipikus helyek, amire figyelni kell. És akkor most például végigmegyünk ezen a pályán, általánosan beszélünk minden Call of Duty-ről, tehát lehetne akár MV3-ból, akár melyik pálya, Call of Duty 4-ből például a Vacant, lehetne az a pálya, Modern Warfare 2-ből a High Rise, akár Favela lehetnének, akár ezek a pályák, bármelyik pályára hozzátartozik ez a rész. Black Ops 2-ben egy nagyon ilyen pálya a Hijacked például, szóval bármelyik pályánál megtalálhatok az úgynevezett tipikus pontok, akik ügyesebbek talán már mostanra is észrevettek. Tehát elindul a játék, futunk, ugye tipikus camperpong, ajtó, lépcső, sarok, ablak, mindenhol ablak van ablak. Amikor még nem ismertem konkrétan ezt a pályát, az is egy tipikus hely volt, ahonnan ellenfélre lehet számítani, hogyha már természetesen mozgunk, új szöget vesz föl a pálya. És nézzétek meg, ösztönből mozgok már így, és jó, hogy mozgok így, mert eszembe jut, beszéljek róla. Helyből így megyek oldalasan, nagyobb szöget tartok a pályáról, fedezék mögött kerülök, tehát az ajtóból már nem tudnak kilőni, max az ablakban, de az ablakot félszemmel tartom, és közben benézek ide, benézek oda, hogy érzezzem azt, hogy senki nem fog lelőni, ugye? Értelemszerűen a futás az egy eszköz a Call of Duty-ban, azért futok ide, ne azért, hogy pörgessem magam, azért futok ide, hogy fedezék mögött legyek, hogy csak arra kelljen figyelnem, és csak arra kelljen figyelnem. Szóval a fedezékeknek egy ilyen szerepe van a játékban. Most tipikus helyekről beszélünk, fingot sincs még egy pár, ó, Isten, ott egy ablak, az is egy tipikus hely. Nos, menjünk tovább, és amit látjátok, megint így mozgok, tehát nem megyek bele, így már látom ezt a szöget, aki innen jön esetleg nem fog észrevenni, mert elmegy mellettem, el fog menni ott mellettem, és nem is észrevenni, és akkor már is le tudom lőni. Ugye, és megint csak egy új szögből, újabb tipikus
helyek kezdnek előfordulni, amivel nem feltétlenül kell oda néznem, mert mivel a kód az egy pörgős játék, nem mint a Battlefield, ahogy így láttátok, mindenhol óvatosan bementem, nem feltétlenül kell odairányítsam a fegyveremet, elég, hogyha csak a szememmel nézek oda, aha, jó, nincs senki, aha, oké, ott nincs senki, ott nincs senki, már is be tudok menni az épületbe. Láttátok, mit csinálok? Ezt is ösztönből csináltam, pedig lehet nem is említettem volna. Nem berontok, hanem itt kijövök. Kijövök, megnézem. Á, ott van valaki. Hopp, lelőttem. Oké, megyünk tovább. Bemegyek az épületbe, körbenézek. Ó, tipikus veszélyhely. El akarom kerülni, hogy ott meglássanak, ezért így megyek be. És már is felmértem a pályát. Van ott valaki? Ó, oké, lelőjük. Ha szerencsék van, senki nem trükkösebb, mint mi, és vár minket a pult mögött. Oké, megnéztük azt a helyet. Látjátok, itt is helyből zoomolok. Tehát úgy jövök, hogy zoom, nem felkészületlenül zoomolok arra bizonyos tipikus helyre. Tehát bármelyik pálya lehet bármelyik kodban, erre azt mondom. Bejövök, benézek, ó, nincs senki, megint fedezék mögé megyek, benézek. Ott lehetséges egy tipikus hely. Mit tanultunk? Battlefieldben fel kell mérni az épületet. Oké, ez egy kijárat, jó, nem tudom, akarok-e vele foglalkozni, rajtunk át, de szeretnék végigmenni az épületen. Megyek végig az épületen, egyenes úton, úgyis nem nagyon tudnak elbújni az ellenfelek, benézek sarkok mögé. Sok mozdulatom már ösztönös természetesen ezen a pályán, de akármelyik Call of Duty pályán ezennek kinézek az erkélyen, itt egy lépcső, ami egy tipikus veszélyhely már megint. Természetesen azt a helyet már láttátok, ahogy jöttem, már így oda néztem, már elég volt. Kinéztem az erkélyre, felnéztem, aha. Oké, ott nem, ott lehet, azért elnézek ide, aha, jó, rendben, lelövöm, akit le kell, megyünk tovább. Itt akár ki is jöhetünk, felmérhetjük a terepet, de jobb szeretek mindig épületekkel mozogni, nem tudom miért, mert gyorsabbnak érzem magam a többi játékostól, és akkor szépen-szépen végigmegyünk, tipikus veszély, ó, a fene, itt egy ablak, az ablakon nem csak te nézel ki, hanem be is néznek. Aha, ott egy tipikus veszélyhely, sarok, tipikus veszélyhely, ablak, tipikus veszélyhely. Szóval első menetként ezen a pályán például már helyből így. Aha, jó, rendben, látom a pályát, kijövök, még le is googolok. Tipikus veszélyhely, nincs senki, megyek tovább. Persze a kódban pörögni kell, szóval ez így néz ki nagyjából akció közben. Bocsánat, elbasztam. Így, tehát valahogy kinézek, jó rendben, megyek, paf, paf, lelövöm, hogy kell. Tipikus veszélyes sarok, mindegy, hogy kocsi, bucka, anyám kínja, sarok, tipikus veszélye, oké, tovább futok, mert minél kevesebbet akarok lenni, jó, még megnézem ezt a helyet, utána erre tiszta vagy spónolnak, spawn hely, ugye, minden pályaszélnek adott pontjai spawn helyek, tiszta, oké, megyünk tovább. Mit csinál? Tipikus veszély, arra akarok menni, odafigyelek. Tipikus veszélyhelyhez érek, már reflexből állok meg, hogy oda kinézek. Tipikus veszélyhely, megint csak eljátszhatnám akármelyik pályával, és végigmagyarázhatnám ugyanúgy a sarkokat, meg az ablakokat, meg az ajtókat, akkor is ugyanezt mondanám. És amiközben itt eljövök, ugye ezt megnézem azt a helyet, bejövök, aha, ott egy palánk, az hasznos lehet, mert akkor ők se látnak engem, de oda akarok menni. Ez egy tipikus veszélyhely, ezért így megyek. Fölmegyek, fölértem. Ó, nagyszerű éjjel, tipikus veszélyhely, ott az az ajtó. Kérem szépen, ez az ajtó tipikus veszélyhely. Elkerülés érdekében. Ugye a legtöbb játékos azt jön, hogy itt fölmegy. Én azt szoktam tönnyire csinálni, itt fölmegyek és megnézem. Ó, nézd már, tipikus veszélyhely. Mi az ott egy ajtó? Persze, tipikus veszélyhely. Az ajtóból, ha ezt csinálom, bárki lelőhet onnan, bárki megkerülhet, ugye ott. Mert a Call of Duty pályáknak van egy sajátos tulajdonsága, ahol egyszer bemész, annak egy másik kiárata is van pontosan, mint egy barlangnak nem igazán tudsz zsákutcába jutni egy Call of Duty pályán. Úgyhogy én ezt szoktam csinálni, szépen elmegyek a következő lépcsőhez, tipikus veszélyhely, ugye nem feledkezünk meg róla, oda nézünk, nem kell odairányítsuk a fejet, elég ha a szemünkkel oda nézzük, vagy figyeljük a radart. Fölmegyünk, tipikus veszélyre bemegyünk, tudjuk, hogy ez spawn hely, mert pálya szélénél vagyunk, mindig visszanézek magam mögé. És láttátok? Tehát annyira így mentem vissza, és amikor ideértem, már fal mögött voltam. Azért összreflexből megyek hátrafelé, mert tudom, hogy itt egy folyosó van, és azt nagyon szeretném elkerülni, mert ha jön valaki, lehet, hogy elmegy mellettem, vagy egyszerűen csak nem fog észrevenni. Tehát így jövök, visszanézek, jó. Benézek, és minden zoomom csak annyi, hogy óvatos vagyok, nem megyek fejjel a falnak, oké, kinézek, ó, nézd már, ott lehet, hogy kempel valaki, ahogy szoktak ebbe a játékba, megyek tovább,
kéne, a lépcső, emlékeztek, mint ott a Battlefieldben, tető, nem csak te vagy, ők is vannak, ez egy tető. Tetőről lenézünk szépen. Zavaró ez a szobor, mert nem tudjuk mi a franc van, de egyben ki is használhatjuk. Fedezéknek föl, le, megnézzük, föl, le, minden rendben van, ó, oké, megyünk tovább, ó, a fene, megint ideértük már, megint tipikus veszélyhely, le is googolhatunk, miközben figyeljük ezeket. Közben ugye itt a lépcső, gyorsan ide futunk, mert meg akarjuk előzni azt, aki följött, benéztünk, megint tipikus veszélyhelyekhez értünk, és így szépen körbe lehet menni. Nos, srácok, röviden ennyi lett volna, még egyszer elismétlem, Battlefieldben és Call of Duty-ban is teljesen mindegy, tipikus veszélyhely, ablak, ajtó és tetők. Tudom, hogy itt ezen a pályán nem lehet fölmenni, de lehet. És ugye nem feledkezünk meg még a jumpokról is, mert szeretik kihasználni azt a játékosok, ugye kocsi tető, anyám kínje, ide felmászunk, oda felmászunk. Ezek amikor ugye kempelünk, akkor nagyon-nagyon effektíven tudjuk, hogy hova kell nézni, mert gyakorlatilag beleképzeljük magunkat az ellenfél helyére, és már is tudjuk, hova kell nézni. Ugyanezt kell nézni, hogyha rásolunk is, és effektíven így fogsz tudni rásolni, plusz természetesen kiegészítve a saját stílusot, hogy legalább ennyivel hozzájárulsz ahhoz, hogy megőrizd a saját biztonságodat ezen a pályán. Nos, ennyi lett volna ez a rész Call of Duty-ból, bármelyik pálya lehetett volna, ha akarjátok, elmagyarázok egy-két más Call of Duty pályákat is, ahol bajban vagytok, de egyelőre ennyi, köszönöm a figyelmet, Necroclean voltam, sziasztok!